nem van jelen, hanem egyébként mindig. Ez is része annak, amelyről ma ezen a sajtótájékoztatón szó van. Nekem meggyőződésem, hogy egy intézmény, főleg ha oktatási intézmény, csak akkor tud sikereket elérni, hogyha, nem tudok jobb szót rámondani, pedig csúnya szó, humánpolitika, nem tudok jobb szót mondani, hogyha a humánpolitikájában, hogyha az oktatókkal való gazdálkodásban, a tehetséggel való gazdálkodásban szisztematikusan törekszik arra, hogy ne vesszenek el az egymás váltó generációk, és biztosítsa a természetes átjárhatóságot az egyes életkorok és egyes szakaszok között. Senki sem terhelhető a végtelenségig. Azok az intézmények, amelyek képesek fölismerni azt, hogy a vezetőváltásban a párhuzamosság az eredményez szinergikus hatásokat. Ugye az 1 meg 1 az a matematikában mindig 2, de a szinergia törvényei szerint több mint 1, vagy több mint 2, az akár 3 is lehet, vagy 4. Ez a felismerés hatja át az egyetem szenátusát is, és hatott át, amikor ezen a héten szerdán szavazott arról az előterjesztésről, hogy a művészeti vezető tisztséget hozzuk létre az intézményben, tehermentesítve szakárgyai rektor helyettes úr munkakörét, akire a következő tanévben továbbra is számítok. Nagyon sok olyan feladat van egy intézmény vezetésében, ahol sok embernek kell együtt dolgoznia. A művészeti vezetői feladat ezek közül kiemelkedik, és nagy öröm számunkra, és azt gondolom az egyetem valamennyi oktatójának és hallgatójának az igényét jelzi, hogy 13 szavazattal valamennyi jelenlévő szenátusi tag titkos igen szavazatával Wolf Katalint jelenthetem be, mint aki a következő évtől ellátja az egyetem művészeti vezetői feladatait. Igazából nagyon nehéz nekem megszólalni hivatalosan, mert engem most az érzelmek elvittek. Tehát én 20 év után elvesztettem a partneremet, és 14 éve, hogy elment, és nekem még mindig összeszorul a torkom. Úgyhogy én most itt befejezném a művészeti vezetőségről, de utána szívesen válaszolok ki.